Tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit, országgyűlési képviselőket, polgármestereket. A mai napon az országos közlekedés biztonsági programokhoz, amelyeket indítottunk az elmúlt évben, tehát 55 milliárd forint értékben, és itt kijelöltük a legnagyobb vasúti társaságokat, a MÁV-ot, a Gyesevet, illetve a közútkezelőt, az állami autópályok kezelőnek, aki ma egyben jogutódja, valamint a rendőrséget, akik ezt a forrást 2015 végéig felhasználják. Mindegyik szervezete, a Gyesev kivétel egy 12-13 milliárdos csomag eset, erről korábbiakban már beszámoltunk. Ezen kívül viszont volt egy olyan közlekedés biztonságilag nagyon veszélyes csomópont, ez a Bagi csomópont a 3-as főút mellett, ahol ezeket az uniós forrásokat nem tudtuk dedikálni, mivel nem feleltek meg annak a kritériumrendszernek, hogy felhasználhatóak legyenek. Így a költségvetési forrásba kellett biztosítanunk, hogy ugyanennek a programnak a keretében, vagy oldalvizén, ugyanígy el tudjuk kezdeni a munkálatokat 2014 tavaszán. Ami a nagy programot illeti, a korábbiakban már tájékoztatást adtunk arról, hogy az autópálya elválasztó sávok, körforgalma képítését, a vasúti átjáróknak a biztonságosabb áttételét, fésoropoknak a megújítását, ledes ellátását jelenti. Ez a körforgalom pedig egy olyan jellegű beavatkozást jelent, hogy ez a veszélyes keresztezés, ami jelenleg ott van, az a jövőben közvilágítással ellátva és a forgalmat lelassítva szolgálja az ott élőknek a biztonságát. Az elmúlt három évben számtalanszor egyeztettünk a környék országgyűlési képviselőivel, polgármestereivel ebben a problémakörben, de addig, amíg túlzott deficit eljárás alatt állt az ország, és a költségvetés keretei meglehetősen korlátozottak voltak, nem tudtunk erre a problémára megoldást találni, és nagy örömünkre szolgál, hogy gyakorlatilag 2014 tavaszán az a közbeszerzés el tud indulni, és rövidesen a munkálatok is, ami ezt a problémát megoldja. Nagy tisztelettel köszöntöm kedves mindenkit, és engedjék meg, hogy az első szavam a köszöneté legyen. Köszönet a térségünk polgármestereinek, állampolgárainak, akik az elmúlt tízesztendőben emellett a törekvés mellett lándzsát törtek, amikor kellett, akkor még úgymond demonstratív módon a körforgalomnak a helyén tüntettek is, velem együttesen, illetve a térség érintett polgármesterei mellett a képviselőtársaimmal is, hiszen egy olyan notórius közbiztonsági és közlekedésbiztonsági szempontból is nagyon fontos helyszínről van szó, hiszen az M3-as autópálya egyik felhajtója, kihajtója csatlakozik erre a csomópontra, és az elmúlt időszakban nem csak súlyos balesetek, hanem bizonyos bűncselekmények kapcsán is fontossá vált ennek a csomópontnak a nem csak átépítése, hanem megfelelő technikával való ellátása. A térségben történt bűncselekmények egyik a másikát a településünkön elhelyezett közbiztonsági kamerarendszerek és egyebek is segítették. Tehát egy olyan összetett és komplex dolog az, ami most elindul egy megvalósulás felé, ami mindenféleképpen az elmúlt 10 év baleseti statisztikája és egyebek kapcsán teljesen indokolt. Amikor körülbelül 2-3 évvel ezelőtt kiderült, hogy ezzel a kibővült Gödöllői választókerülettel a jövőben dolgom lesz, akkor természetesen fölmértem a igényeket, lehetőségeket, fejlesztési elképzeléseket, és így az elsők között bukkant elő ez a Bagi csomópont kérdés, amit tiszteltem, mert a polgármester kollégáim, illetve képviselő elődeim is hangsúlyoztak. Amint az előttem szólók már mondták, egy jó 3 éves munka áll mögöttünk. A kormány első pillanattól kezdve méltányolta az érveket, ugye a baleseti statisztikákból következően, mint a műszaki paraméterekből adódóan. Tehát nyitott kapukat döngettünk, és fogadókészek voltak a másik oldalon, azonban az anyagi forrásokat elő kellett teremteni. Nagy örömünkre szolgált, amikor december végén arról értesültünk, hogy előirányzat átcsoportosítás keretében a kormány biztosítani fogja az ehhez szükséges forrásokat. Így örömmel jelenthetjük be a mai napon a sajtó nyilvánosság előtt és a Galgamente tisztelt lakóinak, polgármestereinek, hogy a Galgamente kapuja a jövő folyamán el fog készülni, ki fog nyílni. A balesetek száma remélhetőleg
nullára, vagy nagyon nulla közelébe fog csökkenni egy nagyon jó kialakítású közvilágítással és szabályos gyalogátkelőjel ellátott csomópontot kapnak az itt élő emberek. Ez a Galgamente közlekedés biztonságát, egyáltalán elérhetőséget nagy mértékben segíteni fogja. Magam részéről szeretném megköszönni a polgármester kollégáknak, a képviselő kollégáimnak az eddig végzett munkáját és a kormány hozzáállását, és természetesen a galgamenti embereknek a türelmét, hogy egészen idáig ezekkel az állapotokkal együtt éltek. Bízom benne, hogy közös örömünk lesz, és a jövő év második felétől ezek az állapotok megszűnnek ennek a döntésnek a következtében. Köszönöm szépen a figyelmet!